DIY kitűnnek az új percei készülnek. Ezt is indítottuk el a nyomtatásban. Olyan gyerekeknek fejlesztünk protéziseket, akiknek nem fejlődött ki a kezük. Ugye ez egy ilyen születési rendellenesség, és már a magzati korban kimutatható, hogy egy esetleges rendellenességgel fog születni a gyerek. Most Alexa Zsófia vagyok, 22 éves, és robotkarokat fejlesztek a csapatommal. Még gimis koromban kezdődött az egész, amikor elkezdtem kutatni a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bionikai karán. Ott a robotika laborban dolgoztam. Alexa csapatával most már egy teljesen saját robotkart fejleszt. Ez annyiban másabb a többi piacon kapható robotkartól, hogy egyrészt ugye olcsó, amíg egy normális, motorikusan teljesen jól funkcionáló robotkar ilyen több 100 000 forintba kerül, addig a miénk az próbáljuk 20 és 30 ezer forint között tartani az árát. Ugye erre azért is szükség van, mert a gyerekek nőnek, és nem mindegy egy szülőnek, hogy fél évente több 100 000 forintot kell kiadni egy protézisre, vagy csak mondjuk 20-30 ezer forintokat. Illetve hogyha a gyerekek játék közben összetörik, megreped, vagy bármi történik vele, tönkre megy, akkor se olyan nagy probléma. De vajon Alexa miért nem mutatja meg a készülő robotkart? Egyelőre azért nem tudom megmutatni, mert fejlesztés alatt áll, és mivel szeretnénk rá egy forma szabadalmat rakni, ezért nem volna célszerű, ha mindenkinek is megmutatnánk a készülő modellt, de hamarosan remélhetőleg a fejlesztés végére érünk, és majd tudunk jelentkezni egy kész robotkarral. Egyébként meg azt fogja majd tudni csinálni, mint egy normális emberi kéz, lekorlátozva a fogás és az elengedésnek a mozdulataira. Ugye a mi protézisünk az egy ilyen gyakorló protézisnek készül, ez egy ilyen nulladik fázis lenne, amivel be tudunk csatlakozni a többi jól funkcionáló protézis elé. A többi ilyen hiper-szuper robotkarral lehet már mindenfélét csinálni, ceruzát megfogni, vagy poharakat szépen fogni, letenni. És vajon Alexát mi motiválta, hogy robotkarokat fejleszten? Az egyik fele a családomnak az egészségügyben dolgozik, onnan jött az orvosi vonal, a másik fele pedig a műszaki vonalon, édesapám is gépészmérnök, úgyhogy az egész gyerekkoromat vele kint töltöttem a garázsban, és szereltünk meg a nagyapámmal. Szerettem volna segíteni az embereken, és amikor gyerek voltam, akkor azt gondoltam, hogy ezt csak az orvosok tudják. De elég hamar így rájöttem, hogy nem nekem való az orvosi pálya, mert nem bírom a vért. Meg hát így az évek során így kiderült, hogy nem kell ahhoz feltétlenül orvosnak lennem, hogy másokon tudjak segíteni, meg az is kiderült, hogy tulajdonképpen a mérnöki szakma az egyetlen, amihez értek, amiben jó vagyok. Jelenleg a csapatban összesen 7 vagyunk, fejlesztés fázisában tartunk, és ugye a koronavírus után még hátra van az, hogy orvosokkal konzultáljunk, szeretnénk tesztelni is kisgyerekeken, és remélhetőleg 2 éven belül már kész lesz.